Sziasztok! Balogh Péter vagyok, a Robert Bosch Kft. Egyetemi kapcsolatokért felelős vezetője. Idén a Simonyi konferencia témája az AI és az űrkutatás. Joggal kérdezhetnétek, hogy e kettő fogalom hogyan jelenik meg a Boschnál, hiszen alapvetően nem rakéta tervezéssel foglalkozunk. Ez igaz is, azonban a 60-as évek óta számos űrkutatáshoz közeli programban van részünk, és a termékeink nagy része az hasonlóan fontos biztonságkritikus szempontból, mint a rakéták alkatrészei. Az AI-jal már régóta foglalkozik a Bosch is, alkalmazási területei számos helyen megjelennek, mind a gyártásban, mind a fejlesztésben, mind a logisztikai területeken. És vajon a kérdés, hogy egy AI leválthatja-e a mérnöki tudást, a mérnököt, kiváltja-e hosszú távon? Azt gondoljuk, hogy a válasz nem. Jól képzett mérnökökre mindig szükség lesz, azonban azt a manuális munkát, amelyet jelenleg is végeznek a kollégák, nagyban megkönnyítheti a jövőben a mesterséges intelligencia. A Somron következő Simonyi konferencián Csilling Ákos kollégám tart előadást arról, hogy vajon tud-e az AI űrhajót tervezni. Erre a kérdésre kaphatok választ, ha vele tartotok, március 19-én a 21. Simonyi konferencián.